Jó napot kívánok, én dr. Kovács Jurre vagyok, és egy érdekes témáról szeretnék önöknek beszélni, a vízözönről. Ugye a vízözönről mindenki tud már, hiszen a Bibliában nagyon jó, ott van, minden fantasztikusan le van írva. Nem akarom önöket elkeseríteni, de ez a bibliai verzió. Nagyon sok nép van a világon, akinek gőze nincs arról, hogy van Biblia, élik a saját kis életüket, emberek milliói, százmilliói. De önálluk vannak ősi mondák. Ezekben az ősi mondákban olyan vízözönökről írnak, amikről a Biblia nem ír. Hát a Bibliát összeállították, ezt már tudományosan is bebizonyították, hogy több ember írta évszázadokon keresztül, mindig átpofozták egy kicsit, ahogy éppen az uralkodó osztálynak tetszett. De hát a Bibliában is három nyelvezet van. Az első nyelvezet szól a köznépnek, aki úgy sem ért semmit. A második nyelvezet szól a papságnak, és a harmadik nyelvezet a főpapnak. A harmadik nyelvezet a hatalomról szól. De térjük vissza a vízözönre. Tehát nem a bibliai projektet fogom elmondani önöknek. Ugye valaki úgy gondolja, hogy a többi projekt nem tetszik neki, hát az ne nézze meg a videómat. Szibériában nagyon sok legenda van az ősi vízözönökről. Az egyik ősi legenda szerint Szibériát egyszer elöntötte egy olyan vízözön, ami forró vízből volt. De a világ több népénél vannak ilyen mondák arról, hogy mindenféle vízözönök elöntötték valamikor a világot, amelyek katasztrofális hatást okoztak az emberiségnek. Tehát ugye a bibliai vízözön úgy körülbelül 10 000 évvel ezelőtt volt, mint tudjuk. Ezek a vízözönök, amikről az egyéb mondák beszélnek, nem akkor voltak. Tehát hirtelen hatalmas mennyiségű víz jelent meg a Földön. Ezt a Szibériában élő kisebb népek legendái nagyon jól leírják. Szibériában még mindig élnek az ősi tudás őrzői, a szibériai sámánok, akik a következő történeteket adják el. Megjött a forró víz délről, annyira szörnyen forró volt, hogyha egy ember beleesett, az ott rögtön meg is főtt. Megjött a forró víz hatalmas köd kíséretében, elöntötte az egész földet, a szarvasok, a rénszarvasok és az emberek magas hegyekbe menekültek. És gyorsan hatalmas nagy tutajokat ácsoltak, azokból a hatalmas nagy méretű fákból, amelyekhez hasonló ma már nem nő. Ezeken a hatalmas tutajokon nem csak az emberek voltak, hanem a legfontosabb rénszarvasok is. Kevés volt az idő, mert a víz egyre csak jött és jött. Azzal fenyegetve, hogy az egész földet ellepi. Végre felépítették a hatalmas tutajokat, és a vízre engedték. Rátelepedtek az emberek, az állatok és a rénszarvasok, és elindultak. A köd sűrű volt, semmit nem láttak, néhány napig úsztak a ködben, semmit nem láttak körbe-körbe, és ebből óriási problémák voltak, de még hatalmasabb problémák voltak, hogy azok a tutajok, amelyeket rénszarvas bőrből készült kötelekkel kötöttek össze, a forró vízben szétestek. Az emberek és állatok beleestek a forró vízbe, és ott meghaltak, megfőttek. Azonban voltak olyanok, akik kitalálták, hogy az emberi hajból szőtt övekkel kell a tutajokat összekötni. Mert az kiállja a forró víz próbáját. Így is tettek. Egy idő múlva ezek a tutajok odaértek a hatalmas hegyekhez, és az egyik legmagasabb hegyhez is odaértek. Az egyik hatalmas tutaj ott kikötött, és mind a mai napig ott maradt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha kíváncsiak a többi részre,
akkor iratkozzanak fel, és akkor automatikusan megkapják. Viszontlátásra!